Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. 2020. január 5-én egy meglehetősen régi hagyományt fogunk most feleleveníteni. Igaz, hogy több év óta folyik már a Szent Korona hazatéréséről való megemlékezés, de most nagy szeretettel meghívtuk Franka Tibort is, ő lesz a levezetője ennek a rendezvénynek, aki az első hazai megemlékezésen, amelynek az volt a címe, hogy 23 évvel ezelőtt tért haza a Szent Korona, azon is ő volt a konferencié. Most hagyományként őt meghívtuk. Tehát mindenkit szeretettel várunk január 5-én Budapesten, az 5. kerületben, az Arany 10 utca, illetve Arany 10 művelődési ház, Arany János utca 10 szám alatt, délután 2 órától, azért, hogy megemlékezzünk arról, hogy volt egy olyan időszak, amikor a Szent Koronát nélkülözte a magyarság, nem volt itthon a hazában, Amerikában volt, vendégeskedett az Amerikai Egyesült Államokban, mondjuk így, hiszen nem fogságban volt, hanem védőőrizetet biztosítottak az amerikaiak számára. Csak azért, hogy kedvet csináljak ehhez a megemlékezéshez, felolvasnám, hogy kik azok a szereplők, akik a megemlékezésben részt fognak venni. Darvaskozva József Csíkszeredából, Mirejsz Tibor a Szent Korona Társaságtól, Bán János, aki a Hunyadi könyvsorozat szerzője, Széchenyi Tímea, aki a Széchenyi Alapítvány elnöknője, Lados Balázs, aki a Nemzetegyesítő Mozgalom jelenlegi elnöke, Rácz Szabó László a Délvidékről, egy nagyon-nagyon fiatal ember, Labant Lehel fog nekünk egy verssel kedveskedni, azt hiszem 13 éves a fiatal ember, dr. Pócs Alfréd, a Hunfokos Szövetség vezetője, egy székely fiatalember, egy 20 éves székely fiatalember is meg fog emlékezni 10-15 percben. A neve Tábori Eliott, én tudom, hogy nem annyira magyaros a név, de a lelke nagyon magyar az illetőnek. Vesztergán Miklós, a tárogatós, Meister Éva, a kitűnő színművész, és végül Dévai Nagy Kamilla, az énekes, akit nagyon nagy szeretettel fogunk köszönteni, mert ha jók a információim, akkor most egy születésnapot is fogunk majd ezen az alkalommal, születésnapost is fogunk köszönteni. Tehát még egyszer, január 5-e vasárnap délután 2 óra, Budapest 5. kerület, Arany János utca 10. Mindenkit várunk sok szeretettel, hogy bekövetkezzen a nemzet építés, és mindenkinek könyvajánlóként is hagy ajánljam Borbély Imre barátom kitűnő könyvét, amely a magyar nemzetépítésről szól, és ez is a címe. Várom tehát Önöket. Arany János utca 10. Ne feledjék, vasárnap 5-én délután 2 órakor.